A legkülönfélébb módon közelítettek a művészek az idei Grotta kiállítás kiírásához. A megadott kint-bent téma lehetőséget adott a kortárs alkotóknak, hogy szabadjára engedjék fantáziájukat. Az így született alkotások igazán sokszínűvé tették a tárlatot. Sokszor azért izgalmas egy ilyen hívósz, hogy hogyan nem tartják be. Vagyis az ember azonnal még jobban tágul, egy ilyen interaktív viszony alakul ki a képekkel, hogy az ember abba is belelátja ezt a kettősséget. Valahogy az ember akarva akaratlan olyan aktualitásokat lát bele, ami valószínű, hogy egy jó műalkotásnak az a velejárója. Ugye, és ezért izgalmas ez a kiállítás, mert a változatosságon belül az ember, mint néző, ha végigmegy, mégiscsak úgy kombinálja, úgy aszociál, hogy azért mégiscsak kialakul egy összkép. Én mindig egy kicsit szeretném a témába belesimítani az alkotásokat, és azokat az olvasatokat, azokat az üzeneteket kibogarászni az alkotásokból, amik az adott év témájához köthetők. Idén a kint-bent, ami között lehet és, meg lehet vagy, jelenthet mindent, vagy jelenthet választást, egy nagyon gazdag értelmezési lehetőséget, és minden esetre a képek jó részéből ez is kibontható, illetve ugye arról van szó, hogy egy kortárs kiállításon egy új jelentésréteget kapnak a munkák, egymást is árnyalják, befolyásolják a jelentések, és van egy ilyen közös mondani való. Itt tulajdonképpen az az egy hét, ami rendelkezésre áll, meg ez a teljesen eretnek, teljesen szokatlan, és tulajdonképpen teljesen alkalmatlan helyszín, ez egy sajátos összefüggést nyit meg. Kamerlor Kovács László, mint minden évben, a kurátori szerepe mellett alkotóként is részt vesz a kiállításon. Alapvetően a szakrális művészete, még akkor is, ha elsőre nem annyira látszik, ahhoz szoktam visszanyúlni, tehát, hogy nem csak a keresztény, hanem alapvetően mindenféle szakrális művészetből merítem ezeket az ihletet, vagy az inspirációt. A Magna Mater is ugye alapvetően egy nagyon-nagyon ősi téma, mindenféle Vénusz ábrázolások is ezt tartalmazzák, úgyhogy én ezt dolgozom át a saját logikám, gondolataim szerint. Nagyon színes, változatos az egész dolog, és egyre több, egyre izmosabb a mezőny, ha úgy nézem, mert hát sok fiatal van, az nagyon jó, tehát helybéliek is vannak, az érett művészek mellett a pályakezdők is itt vannak, és ez szerintem oda-vissza büszkeség valahol, hogy kiállítanak és merik vállalni ezt a megmérettetést.